100 év több, mint egy ember öltön. Adi így emlékezett ekkor iskolájára. Ha élet tenni be az iskolát, az élet is Benyus iskola lesz. Emlékezik jutunk össze Szálmeszentő jelesen diákjaira, őket magasba emelő tanítóikra, tanáraikra. A tárgyak túlélnek minket. Az itt kiállított dokumentumok szinte szólnak hozzánk. Hitvány hála az a tanítónkkal szemben, ha örökké csak tanítványok maradó módon tanítse. A Gutenberg galaxisától a vizualitás felé valami. Nem lennék szakmám megszállítja, ha nem használnám fel ennek a rangos kiállításnak, a 100 éves évfordulónak az alkalmát arra, hogy az iskola és a vizuális kultúra felelősségéről ne szóljak. Mindig nagy súlya volt az iskolának, s a felelőssége 100 év alatt csak egyre nőtt. Ma is felelősség az, hogy mit, s mit is oktatunk, nevelünk. A módszer a tanári személyiség megtestesülése a tanításban. A vizualitás irányába halad a világ, sajnos egyre kevesebbet olvasunk, és szerencsére egyre többet nézünk. Akinek a képi vizualitása gyenge, annak a gondolkodása is veszünk. Ebben az iskolában bizonyítva látszik, a kiállítás kapcsán is, hogy mennyi fantázia, alkotó elemi erő szükséges a látott és elképzelt dolgok megvalósításához, feldolgozásához, rajzi rögzítéséhez. Körülöttünk semmi nincs, amit előbb ne rajzban terveztek volna meg. Csak dicsérni tudom egy kiállítás teljes anyagát, mert az bizonyítja, hogy a fantázia csak tudás alapon tud működni, a tudást pedig tapasztalatból szerezzük, a tapasztalás forrása pedig a természet. A vizuális nevelés általános pedagógiai értéke jelentősebb, mint amit szűkebbet szakmai szempontból jelent, ha egy utóbbi sem kevés. A vizuális műveltség az ismeretszerzésben és a legszélesebben értelmezett kommunikációban a szóműveltséggel azonos értékű. Azzal a kiegészítéssel, hogy bizonyos helyzetekben a szói közlés magasan felülmúlja. Budapesti Nemzetközi Gyermekrajz kiállítást néztem meg, és megértettem a japán gyereket, a franciát, a németet, mert a rajz nemzetközi nyelv. A szemléletnek feltétele a képi és a fogalmi rendszer harmonikus együttműködése, amikor is ezek egymást kölcsönösen erősítik, stimulálják, generalizálják, esetleg kiváltják. A kitlátható rajzanyag önmagáért áll fel, hitelével érve és szuggesztív. Mi a kép, képes beszélni. A képírás olyan gondolatközlés, amely a téma lényegét rajzzal fejezi ki. Nemzetközi megegyezés szerint információink 80-90%-a vizuális útról rögződik. Hát akkor a többi érzékszerek, ha jól számolunk, a hallásra, a szaglásra, az ízlelésre és a tapintásra, legjobb esetben marad darabonként 5%, legrosszabb esetben 2,5%. Az itt látható kiállítási anyag képi kommunikáció. Ismerjük mindannyian a kommunikáció tömeges formáit, a reklámot, a plakátot, a képregényt, a videóképet, stb. A vizualitás térnyelése életünkben vitathatatlan. Az iskola hatalmas felelőssége, hogy a vizuális közlőrendszer megértését, felhasználását a hatékonyság irányába terelje, és ez már nem csak a rajztanár dolga és felelőssége. Az itt felsorakoztatott képanya pályázatok formájában az emberi érintkezés egyik alapja, a gyermekek látási ítéltetéseinek egyik formája. Szoktuk mondani, a saját szememmel láttam. Ez a kijelentés azt tartalmazza, hogy ki van zárva a kijelentés lehetősége.
A gyermekrajzok közlései pedig vizuális karakterűek. Tényszerűen látnak és láthatnak. A képzelőerővel pedig teremtenek. A képzelőerőt nevezzük fantáziának, a fantázia pedig az emberi produktum kezdete. A képzelőerőt a rasztalitás fejleszti. A számítógépek terjedésével a vizualitás szerepelő, az szükséges, hogy fejlett látáskultúrájú emberek üljenek a képernyők előtt. A rajztalítás hatóköre és szerepe tehát vitathatatlan, a rajz szinte az egyik legintelligensebb tantárgy, mert nagyon sok tantárgyat fűz egy gerincre. Ha arra gondolunk, hogy természeti formát elemeztetünk, és egy zöldpaprika rajzolásánál megemlékezünk Szent Györgyi professzorra, hogy tulajdonképpen a Szegedi Egyetemen nyert Nobel-díja a C-vitamin kutatásával kapcsolat, és akkor már elindul a tudomány, és ezt a rajz után csináljuk. Amikor szerkesztetünk, akkor segítünk a matematika szakos tanárnak, mert a rajztanár ugyanazt tanulja geometriából, amit a matematika szakos. Amikor művészettörténetet tanítunk és képeket elemeztetünk, akkor Renoir, Degas, Sisley, vagy éppen Rembrandt, Rubens, Michelangelo, stb. Idegen nyelvet oktatunk, végül is idegen szavakat tanítunk, vagy amikor a magyar irodalom, vagy a történelem tananyagát koncentrálóan oktatjuk a rajzórán, és akkor csak egy töredékét soroltam fel annak, hogy minden tantárgyat teljes melszélességgel közünk van. A rajz, mint kifejező eszköz és a forma elképzelés, mint szellemi tevékenység ugyanolyan viszonyban van egymással, mint a beszéd és a gondolat. Az esztétikai nevelés az elmúlt 100 év alatt hosszú utat járt be. Ennek nevelő értéke a pedagógia egészében határozható meg. A gyermekek közlésvágya, mely képekből kiolvasható, azonos intenzitású a megismeréssel. Látható számunkra az önkifejezés természetes igénye. Mivel a felnőttet és a gyermeket az érzelmi világa is minősíti, az elsekélyesedésből származó hiányérzet agresszív viselkedési formákban keres kielégülést. Ezért van az, hogy a jó rajzoló gyerekek között egyetlen agresszívet sem találunk. A vizuális kultúrának rangja van. Nevelő értéke hatalmas, a természet és a társadalom tudományok sem érhetik el céljaikat esztétikai ráhatások nélkül. Az iskola történet, amit itt láthatunk a távolabbi folyosón, fényes bizonyítéka annak, hogy az emberi tudás egy szakadatlanul növekvő folyóhoz hasonlítható. Az elmúlt 100 év dolgozó pedagógusai mindig és mindenből a legtöbben, a legpozitívabbat igyekeztek sugározni, mert ugye a nevelő az állandó sugárzásban van napszer. Esztétikai nevelés nem csak volt, hanem van ma is. Mert a művészeti nevelés nélkül nincs művelt ember. A tanuló rajzok bizonyítékok arra is, hogy a művészeteknek értékközvetítő szerepük van, a rajz igényessége nevel. A szellemi értékek bukvéját a művészetek adják meg. Goethe szerint a tehetség mindent megtanul, a zseni mindent tud, csak hát. Sajnos a 20. században is Szent Györgyi professzor szerint a tehetségeknek 50%-a elveszett. Ki a felelős érte? Csináltatunk közelmúltban egy felmérést Magyarországon. Egy nemzetközi tanácskozáson vettem részt, és a következők hangzottak el. Mérések jelzik, hogy lakosságunk 2,2%-a 130 IQ feletti, vagyis kivételesen értelmes ember. Az intelligencia kóciens 140 felett 0,1-től 0,13%-ig terjed, vagyis minden ezredik ember.
160 hipu felett országunkban összesen 330 ember él, és 175 hipu felett hazánkban mindösszesen 2-3 ember akad. Elgondolni is borzasztó volna, hogyha az iskola nem gondozná a tehetségeket, mi lenne? Szoktam mondani, hogy mindenki eljuthat a tantervi követelmény csúcspontjára, mert ugye a hangya forgalmával a fűszálon felmászik és megáll a tetején, ilyen a forgalmas gyermek. A katicabogár is felmászik a fűszál tetejére és onnan repül, ilyen a tehetséges gyermek. Ennek a 100 éves évfordulót ünneplő iskolának is voltak és vannak kiváló diákjai, tudom, mert én is tanítottam benne. Most a teljesség igénye nélkül egy-két nevet szeretnék azért megemlíteni a kollégák közül, akikkel együtt dolgoztam. Nemeskéréné, Erzsikenéni varázslatos hangulatú órái. Zemlényi Magduska által szinte megbabonázott, fegyelmezett és okos gyereksereg. Zemlényi Béla bácsi emberségesen szigorú, fegyelmezett, de érzésekben gazdag óravezetései az én gyerekemben is nagyon jó volt. Gaspár Zsuzsika magával ragadó elbeszélései, Szabó Anna földrajzórái, Rétiné Irénke tökéletes precizitásra nevelő egyénisége. Réti Bandi bácsi logikusan kimunkált, állandóan fizikai kísérleteket bemutató szemléleti oktatása. Bálint Jolánka néni elsősöket megbabonázó, eredményes módszere sok kiváló ember nevel fel ebben az iskolában. Egyik francia filozófus tollából olvastam, hogy a zseni nem egyéb, mint a türelem nagy készsége. Bizony mondom, voltak és vannak itt most is zseni nevelők és zseni gyerekek. Egyik mesterem Balogh Jenő arra tanított minket, hogy 1% tehetséghez 99% forgalom szükséges. Tehát a tehetség önmagában annyi tér, mint Dél-Afrika bányáiban rejlő gyémánt. Felszíre kell hozni, kell egy jó mester, aki majd brilliáns csiszol belőle. A pedagógus viszont szerény ember. Versei szavai bizony igazak. Nézd a búzakalász. Büszkén emelődik az égnek, míg üres. Ha megér, földre konyítja a fejét. Az iskolában folyó munka mindig nehéz volt, a Dermont száz eszemből minden tanítási órája is ezt bizonyítja. Kenyon Simon is igazolja ezt. Azt mondja, kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, a hasznos emberé a fáradtságos évekkel. Külön szeretném még elismerni ebben az iskolában folyó esztétikai nevelés, sokszor találkoztam már vele. Az egész kiállításnak az emelkedett voltál, és mindazoknak a kollégáknak a munkáját, akik ebben a kiállításban közre működtek. Kérem, gondolkodjanak el azon, hogy mi rejlik a gyerekek vonalai mögött. A rajztanításban egyéniségek érdeklődnek. Százszor feltettem már magamnak is a kérdést, tanár vagyok, és mi a dolgom? Lobogója van, bárványa nincs a vizuális nevelésnek. Tehát a pedagógus alkotó tevékenysége, tantár pedagógiai felkészültsége mellett a szülők segítsége a nevelésben, a gyermekek személyiségének kibontása, az egész személyiség részvétele az iskolai munkában volt, van, lesz az eredményesség talpköve. Végül van a tervusz idézetével tisztelgem a 100 éves iskola és az itt megjelentek előtt. Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen, érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is. Minél több tudás rejlik egy dologban, annál nagyobb a szeretet. Utazás a múltban címmel
Matusták Sándorné kolléganő meghirdetett egy pályázatot a Szerencsi Bújai János általános iskola fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából. A téma az volt, hogy milyen lehetett az iskola 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. A pályaműhöz nem volt kötelező, de föl lehetett használni Móra Ferenc, Móricsi van, Gárdonyi Géza elbeszéléseit. De föl lehetett használni a különbözősebb testvérek beszámolóit is. Megkértek a zsűrizésre, két tanítványomat választottam magam mellé. Az egyik Hesszefalvi Zsuzsanna, a másik Takács Valéria, a hatosztályos gimnáziumon végzős növendékei, akiket 6 éve tanítok rajzolni, 6 éve járnak az iskolai órákon kívül hozzám rajzakörbe, művészettörténeti fakultációban vesznek részt, nevükről a legutolsó szerencsi hírekben lehetett olvasni, nagyon sok pályázatot és versenyt nyertek ezek a gyerekek, mind a kettő rajzból tanult tovább, mivel a rajz most már kötelezően választható érettségi tantárgy, egyikük rajzból és művészettörténetből érettségizik, az egyikük iparművészeti főiskolán felvételizik, a másik a műszaki, Budapesti Műszaki Egyetem formatervező szakán, tehát nagyon hozzáértő gyerekek, egymástól teljesen függetlenül pontoztunk, és végül összegeztünk, és egységesen 8 szempont alapján dolgoztunk, most a 8 szempontot szeretném ismertetni. 1. A vonal megnyilvánulási területe a rajzon. 2. A folt szerepe. Mennyire tette a folt festményévé a képet? 3. A szín hangulatkeltő szerepe, tónusa, uralkodó színe a képnek. 4. A fény és árnyék jelentkezik-e, ha igen, milyen a megvilágításnak a szerepe? 5. Milyen ellentétek vonják magukra figyelmünket formában, színben? Melyek a kép kiáltó motivumai? 6. Az arány szolgálja-e a kiemelést? Ez nagyon fontos volt, mert ugye, ha visszakondolunk arra, hogy az egyiptomi ókori művészetben a fáraót akkorára, a rabszolgát pedig csak akkorára ábrázolták, mert itt a hatalmi nagyságot kívánták az alkotók hangsúlyozni. De Michelangelo-nak, a Sixtus Cápolnában lévő utolsó ítélet című országképén Krisztus alakja nagy, a többi kicsi, itt viszont az ő lelki nagyságát akarták hangsúlyozni. Itt a díjat nyert művek között is van, ahol a iskola kisebb és a gyerek nagyobb, nagyon tetszett, mert végső soron, ha van iskola, de gyerek nincs, akkor az iskola nem tölti be a szerepét. Hetedik szempont volt a mozdulatok és testhelyzetek ábrázolása. 8. Ismétlés színben, formában, mozdulatban jelentkezik-e, vagyis hányféle ritmus található egy képen. Felhívja-e az egész kép a lényegre a figyelmet, vagyis a kiírásra tartalmi szerint megelele. Na most szeretném még azt elmondani, hogy azt a megbízást kaptuk, hogy az alsó tagozatnak osztunk ki 5 díjat, a 5.-6. osztálynak és a 7.-8. osztálynak. De mivel a 7.-8. osztályban nem találtunk annyi kiemelkedő munkát, érthető módon, mert a tematikus rajzolás vége tulajdonképpen 6. osztályban befejeződik. Ezért az ott megmaradt két díjat külön díjként ítéltük meg. A külön díjak viszont az első helyezésekkel azonos értékűek, mert arra viszont nem kaptunk felhatalmazást, hogy az első díjat osszuk meg. Ezért aki a külön díjat kapja, tudja, hogy annyit kapott, mintha első díjat kapott volna. És olvashatom a gyerekek nevét? Én azt mondom, hogy várjunk egy pillanatra, és nagyon szépen megköszönjük Irénkének a megnyitó szavait, és üdvözlöm úgy is, mint egykori tartásomat, mint ennek a iskolának a tanítóját, és nőn a utolsó szeretnék.
Köszönöm, köszönöm szépen. Akkor megkezdenek az eredmények ismertetését. Első negyedik osztály első helyezettje Kelemen Eszter, Bolyai János Általános Iskola. Második Nagy Anna Sátor Alja. Ha nem érkezett meg, akkor megyek tovább. Harmadik Hírás Inez, nem tudom melyik iskola. Talán Székhalom, ha jól emlékszem. Itt a papíromon nincs fölírva. Negyedik Ecker Robert, Bolyai János Általános Iskola. Papádat tanítottam, nagyon ügyes volt. Ötödik, Ignác Attila, Székhalom. Külön díj, Bíró Gloria, Bolyai János Általános Iskola. Ötödik, hatodik osztály. Első Szentséleti Szilvia, Bolyai János Általános Iskola. Második Radó Edina, Bolyai János Általános Iskola. Harmadik Szentséleti Eszter, Bolyai János Általános Iskola. Negyedik Bazonyi Péter, Rákóczi Zsigmond Általános Iskola. Ötödik Kurin Eszter, Sátor Alja Léhely. Különbi Karádi Eszter, szintén az első díjnak megfelelő, nem tudom melyik iskola, mindjárt iskola. Nyolcadik osztály, első Kocsa Nikolett, Bolyai János Általános Iskola. Második Sedeskén Erikő, Rákóczi Zsigmond Általános Iskola. Sajtos Renáta a harmadik, Kadin Balci Károl, a megérkezett. Ez a tisztán véget ért, köszönöm a bizalmat, sok szerencsét a vizuális nevelésnek a következő években. Még nyilvánosan is szeretném az igazgató urat arra megkérni, hogy valamennyi díjazott gyerek pályamunkét, munkáját az internetre tegyék föl. Köszönjük szépen a